Ha a kormány komolyan gondolná a kamupártokkal szembeni fellépést, akkor nem húznák tovább az időt a Mi Hazánk budapesti elnökének feljelentése nyomán indult nyomozást, mely közel 3 éve tart, és odáig jutott, hogy bár vádemelés még mindig nem történt, már a gyanúsítottak közül volt, aki el is hunyt, ilyen értelemben az esetében megszűnt a nyomozás, és immár felvilágosítást sem hajlandók adni a feljelentőnek, mondván, hogy ő nem sértett annak ellenére, hogy 15 párt hamisította oda az aláírását az előző országgyűlési választásokon az ajánlóívre. Régi anomáliával nézünk szembe, hiszen a politikus bűnözés egyik sajnos bevett formája az ajánláshamisítás. Az eddigi legnagyobb leleplezett ajánláshamisítási botránya 2009. januári ferencvárosi időközi országgyűlési választáson történt, ahol jómagam helyi választási bizottsági tagként való kezdeményezésemre és tényfeltáró munkám nyomán 3 jelöltet is visszavont a választási bizottsága jelöltségtől, és megsemmisítette az indulási szándékát. Azonban egyre általánosabb ez, hogy a kamupártok visszaélnek ezekkel az adatokkal. Úgy tűnik, hogy a választójogi törvény módosítása, mely most kedden lesz zárószavazáson az országgyűlésben, sokkal inkább a Mi Hazánk mozgalom ellen irányul, hiszen a balliberális pártok a DK-tól kezdve a Momentumon át a Jobbikig egyértelművé tették már, hogy közös listát fognak állítani, és azt gondolhatják, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak viszont nehézséget jelenthet a 71 egyéni választókerületi jelölt felállítása. Azonban a Mi Hazánk mozgalom mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet fog állítani. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen ellenzéki párt, mely mind a 106 egyéni választókerületben várhatóan egyéni jelöltet fog állítani, hiszen a balliberális pártok összefogásának köszönhetően egy-egy pártra ott legfeljebb néhány tucatnyi választókerület jut. Elfogadhatatlanak tartjuk, hogy mindeközben a kamupártoknak küldött látszólagos hadüzenet leple alatt valójában inkább belpolitikai céljaik használják föl a törvény módosítást, és eközben immár felvilágosítást sem hajlandók adni Nagy Attilának, a Mi Hazánk budapesti elnökének, mint feljelentőnek, akinek 15 párt is odahamisította aláírását az ajánlóívekre. Én is köszöntöm mindegyikőjüket, és szeretnék egész röviden beszámolni kronológiai tényekre alapozottan, hogy mik történtek. Tehát 2018 márciusában, én magam Újpesten élek azóta is, és akkor is, az ottani választási bizottságtól kikértem az adataimat, hogy hány, ez minden magyar állampolgárnak joga van hozzá, és javaslom is, hogy éljenek vele, hogy hány helyen írták alá az ajánlásokat, és általános megdöbbenését semre 16 helyen, 16 mozgalomnak került oda az aláírása az ívekre, ebből egyetlen egy volt valós, a többi nem. Meg is tettem a feljelentést, de nem voltam ezzel egyedül. 19 feljelentés történt, 19 személytett feljelentést Újpesten, csak a 11-es számú választókerületben, és ezen feljelentések nyomán el is indult a nyomozás. A nyomozás egészen pontosan a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi törvény szerint minősülő, tehát jogosulatlan aláírással vagy hamis adatok feltüntetésével elkövetett választás, népszavazás és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt megkezdődött, tehát 3 hónap hiány 3 éve. Azóta a következők történtek, tehát megtörtént a gyanúsítás, de vádelemelési javaslatról még nem tudunk. A következő gyanúsítottak vannak. Szafiek János, Csipák Nándor, Balog István, Béki József, Fogarasi Krisztina és Jó Gergely gyanúsítottak, mert azt még nem mondtam, és szeretném röviden akkor ismertetni, hogy mely pártok képviselői voltak azok, akik az én és a hozzám hasonló aláírását odahamisították annak érdekében, hogy több 100 millió forintos állami támogatást vehessenek fel.
az első a Haza mindenkié párt, ott Zatureczky Istvánné volt, és ez az egyetlen nyomozás, ami lezárult, méghozzá azért, mert elhunyt Zatureczky Istvánné, tehát ez az egy, amit lezárt a budapesti rendőrfőkapitányság. Következő pedig az Elégedett Magyarországért mozgalom, itt egy kicsit felgyorsítom, csak hogy lássuk a neveket. A mi pártunk, röviden IMA, a Sportos és Egészséges Magyarországért párt, amely például az országos listán 0,13%-ot ért el, Horváth József, Magyarországi Cigánypárt, országos listán 0,07%-ot értek el, és itt jön az a Szafiek János, aki már immár gyanúsított, az Összefogás párt színeiben indult a 11-es választókörzetben, vagy például Fogarasi Krisztina, aki szintén gyanúsított, a Magyarországon élő dolgozó és tanuló emberek pártja, szintén országos listát tudott állítani, és ezzel több százmillió forinttal károsította meg a magyar adófizetőket. 0,02%-ot ért el a választáson. Végezett, többen vannak, de még kiemelném mondjuk Jó Gergelyt a NET párt színeiben, akik szintén 0,02%-os eredményt értek el. A nyomozást vezető szervek osztályvezetői már a harmadik, tehát egymást váltja a nyomozás kezdetekor a közepén, és most is mindig más személy vezeti ezt a budapesti rendőrfőkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztályát, illetve a korrupciós bűnözés elleni osztályát, majdnem mindig más aláírás látok. Ugye megváltozott az előadó is, aki a konkrétan viszi az ügyet, úgyhogy nagyon hiányoljuk azt, hogy eredménytelenséget látunk. Ugye lassan három év után mindenképpen elvárható azt, úgy érzem, a magyar adófizetők pénzéből, hogy legalább a vádemelési javaslatig eljusson a nyomozás, és ezért szeretnénk ugye az illetékes személyeket arra bíztatni, így nevezetesen dr. Terdik Tamást, a budapesti rendőrfőkapitányt, aki ráadásul Újpest közmegelégedésre, Újpesten is végezte a főkapitányi munkáját 2012 és 2015 között. Tehát ő az, aki a szakmai felügyelője ugye az ott zajló nyomozásnak, úgyhogy ezúton kérjük őt, hogy vizsgálja meg az ügyet, és történjen meg minél hamarabb a rendőrségre tartozó dolog, tehát a vádemelés. A politikai felelőse, ugye a kormányban pedig Pintér Sándor, belügyminisztert, szintén kérjük, hogy miután ez egy kiemelten fontos társadalomra, kiemelten veszélyes bűncselekmények elkövetéséről van szó, ezért szintén szeretnénk, hogyha ő is nyomatékosabban végezni a munkáját, illetve felügyelni. Végezetül, aki az egész nyomozást felügyeli, a fővárosi főügyészség, szintén úgy érzem kevéssé jól végzi a munkáját, hiszen engedte, hogy a nyomozást vezető szerv már lassan harmadik éve nem tudott eredményt produkálni. Úgyhogy tényleg csak azt szeretnénk, hogy ne lehessen visszaélni így a magyar emberek bizalmával, és olyan törvények szülessenek, amit aztán be is tartatnak.